2019-ben már javában a telefonok, a közösségi média, a különböző üzenetküldési szolgáltatások és fotózási lehetőségek világában élünk, számtalan képet készítünk tárgyakról, kirándulásról, akár magunkról is. Sokszor csak a magán archívumunkba szálljuk ezeket a képeket, de nem mindig maradnak ott. Van, amikor direkt küldjük át valakinek ezt a képet. Erről fogunk most beszélgetni Resán Dalmával. Először is tisztázzuk azt, hogy mennyire számít személyes adatnak egy olyan fotó, amit bár én készítek, de másnak átküldök. A fényképfelvételek és a videófelvételek mindenképpen személyes adatnak minősülnek. A jogszabály úgy határozza meg a személyes adatok körét, hogy személyes adatnak minősül minden olyan információ és adat, ami az érintettel kapcsolatba hozható. Minden olyan információ, amiből levonható következtetések és összegyűjtésükkel egy adott személy beazonosíthatóvá válik. A fényképfelvételek mellett személyes adat a név, a személyazonosító igazolvány száma vagy a lakcímünk is például. Az elmúlt években gondolom azért inkább nagyobb hangsúlyt kapnak a fotók és a videóknak a szerepe. Mennyire jelenik meg egyébként a bíróságon ez az ügy? Mennyire vállalják az áldozatok akár, hogy már pedig róluk megosztottak egy olyan képet, amit nem kellett volna? Sajnos elég gyakran találkozunk ilyen ügyekkel, ahol a személyes adatok védelme és a személyes adatok védelméhez fűződő jog sérül. Ezeket védi is egyébként a büntető törvénykönyv, mert szankcionálja, szabadságvesztéssel szankcionálja azt, hogyha valaki ezeket a személyes adatokat megsérti jogosulatlanul, vagy a céltól eltérően kezeli ezeket, és ezzel haszonszerzési célból, vagy jelentős érdeksérelmet okoz másoknak. Csak egy kicsit közelebb hozzuk a nézőknek, és akár konkrét példát is említhetünk a közelmúltból. Természetesen sok példát tudnék sorolni. Az utóbbi időben fordult elő egy olyan eset, amikor tanulók, diákok szerezték meg egy tanárnőnek a telefonját, és osztották meg jogosulatlanul az azon lévő fényképeket, és emiatt kellett a bíróság előtt felelniük. Mennyire bonyolult egyébként egy ilyen ügyet feldolgozni, vagy akár bizonyítani? Én azt gondolom, hogy elég bonyolult. Ugye több elemet is bizonyítani kell az eljárás során ahhoz, hogy megállapítható legyen a felelősségre vonás, mivel büntetőjogi szempontból csak a kirívóan súlyos eseteket kívánja a jogalkotó szankcionálni. Egyrészt bizonyítani kell azt, hogy haszonszerzési célból történt ez az adatkezelés, vagy jelentős érdeksérelmet okozott esetleg a sértetnek. Nyilvánvalóan bosszú videók esetében a haszonszerzési cél az nem jön szóba, ugyanakkor a jelentős érdeksérelem bizonyítására lehetőség van, ami sok esetben bonyolult lehet. Ez az érdeksérelem egyrészt lehet személyi érdeksérelem, illetve anyagi érdeksérelem is. Személyi érdeksérelem például a társadalmi megbecsülésben okozott sérelem, vagy a családi élet zavartalansága. Anyagi érdeksérelemről pedig például az üzleti jó hírnévben bekövetkezett sérelmet értjük. Emellett, hogyha ezeket sikerül bizonyítani, ugye kell az is, hogy jogosulatlanul kezelje, vagy a céltól eltérően kezelje mondjuk az adatkezelő ezeket a személyes adatokat, és innentől kezdve ezt a jogosulatlanságot is bizonyítania kell a félnek. Van, amikor nem konkrétan egy fotóval élnek vissza, hanem mondjuk egy kamu profilt hoznak létre valamilyen közösségi oldalon, de ugye ilyenkor is felhasználják az áldozatnak a nevét, akár születési adatait is, ha tudják. Ezt hogyan tudja szankcionálni a bíróság? Mivel a nevünk is személyes adatnak minősül, ezért természetesen, hogyha egy álnév felhasználás, illetve egy valós név, de ami nem a mi nevünk, annak a felhasználásával hoznak létre egy álprofilt, akkor megállapítható a személyes adattal visszaélés bűncselekménye. Ha visszakanyarodunk egy kicsit a fotókhoz, azért ott is el kell különíteni egy pár dolgot. Teljesen más például egy házi buliban készült fotó, teljesen más egy tömegrendezvényen készült fotó, de teljesen más egy olyan fotó is, ami akár magánarchívumból származik, de csak egy bizonyos testrészünket jeleníti meg. Ezeket hogyan kell értelmezni? Nagyon könnyű elkövetni ilyen jogsértéseket, mert előfordulhat, hogy egy szórakozó helyen vagy egy házi buliban készítünk magunkról egy selfit, aminek a hátterében látszik valaki illuminált, bódult állapotban, nem túl előnyös helyzetben, és ezt a selfit megosztjuk a közösség oldalon. Innentől kezdve
kerülhetünk kellemetlen helyzetbe, és lehet, hogy megállapíthatják a felelősségünket a személyes adattal visszaélés bűncselekményében. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor nem szükséges a hozzájárulás ahhoz, hogy egy fényképet megosszunk. Ilyen esetek például, vagy ilyen helyzetek a tömegrendezvények, sportrendezvények, ahova ha kilátogat az ember, akkor szükségképpen számolnia kell azzal, hogy ott felvételt készítenek róla, megosztják ezt, mert ezekben az esetekben nem egyedi személyként ábrázolják, illetve jelenik meg a látogató, ilyen esetekben nem kell a hozzájárulásuk. És akkor ugye volt még a harmadik csoport, ami talán leginkább érinti a fiatalokat, mikor csak egy-egy testrészüket fotózzák le, és azt küldik tovább valakinek, aztán végül nyilvánosságot kap az a fotó, amit nem szerettek volna. Itt hogyan kell ezt a dolgot nézni? A személyes adatok megsértése esetén tehát szükséges az, hogy beazonosíthatóvá váljon ugye a személy. Vannak olyan esetek, amikor csak egy testrész látszik, és akkor nem biztos, hogy arról beazonosíthatóvá válna valaki, azonban abban az esetben, hogyha van rajta egy heg, egy anyajegy, vagy bármilyen olyan jellemző, ami alapján már egy személy beazonosítható, akkor megállapítható a felelősségre vonás. Itt meg kell említeni, hogy a jogszabály minősített esete, illetve súlyosabban rendeli büntetni azt, hogyha a személyes adattal visszaélést különleges adatokra követik el. Ez azt jelenti, hogy ez a személyes, különleges adat is egyfajta személyes adat, egy csak egy kicsit kategorizáltabb csoport. Ilyen a faji hovatartozásra vonatkozó adat, a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adat, vagy a pártállás, a vallási irányultság, szexuális irányultság, vagy esetleg a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok, ezek mind olyan speciális adatok, amikre, hogyha elkövetik ezt a visszaélést, és ezeket jogosulatlanul kezelik, akkor magasabb büntetési tétellel számolhat az elkövető. És van azért ennek egy bonyolultabb része is a személyi adatokkal való visszaélésnek, hogyha valakiről titokban készítenek felvételt, vagy ellopják akár a telefonjára, a számítógépéről ezeket a felvételeket, ez mennyire tudja súlyosbítani a bűncselekményt? Ilyen esetekben a tiltott adatkezelés is szóba jöhet. Tehát arról van szó, hogy egyáltalán én ehhez a fényképhez jogosan jutottam hozzá, és utána jogosulatlanul használom fel, illetve teszem közzé, vagy egyáltalán már magához a fényképhez is jogszerűtlenül jutottam hozzá, mert ebben az esetben akár már a tiltott adatkezelés bűncselekménye is felmerülhet. És akkor a végén beszéljünk a szankciókról is. Mire számíthat az, aki ezeket a privát képeket mégiscsak továbbadja egy harmadik fél számára? A büntető törvénykönyv egy évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a személyes adattal visszaélés vétségét. Abban az esetben, hogyha ezt különleges adatra követik el, akkor már két évig terjedhet ez a szabadságvesztés. Viszont azzal is tisztába kell lenni, hogy abban az esetben, hogyha a büntetőjogi felelősség nem is állapítható meg, a polgári jogi felelősség megállapítható lehet. Ilyenkor a polgári jog szabályai szerint lehet kérni azt a bíróságtól, hogy állapítsa meg a jogsértés elkövetését, kötelezze ennek a jogsértő cselekménynek a megszüntetésére az elkövetőt, tehát hogy vegye le például a fényképet a honlapról, de adott esetben kártérítési igényel is élhet, vagy sérelemdíjat kérhet az elkövetőtől. Köszönjük szépen az információkat, a következő részben pedig folytatjuk a becsületsértéssel és a rágalmazással.